7 éve létezik az MMA kiadó, és minden egyes évben itt voltunk a könyvhéten, és azt a mottót, hogy minden, ami művészet, mi megtöltjük tartalommal, hiszen évről évre szinte minden művészeti ágban jelennek meg új kiadványaink. Itt van például a mostani könyvhéten debütáló Séner Mihály művészetét feldolgozó hiánypótló monográfia. Foglalkozunk építőművészettel is, néha ráadásul különleges ötvözésben, hiszen az E-négyzet, ami Vadász Bence és Emlőtényi Miklós munkája, kis versekkel és az építészekről készült skiccekre egy érdekes kombinációját adja az emlékezésnek, illetve az összefoglalásnak. Összegezzük a képzőművészet és a fotóművészetnek a tanulságait is, a Harcképek című népszerű televíziós sorozatnak a legemlékezetesebb arcai és képei köszönnek vissza ebben a kiadványban. Foglalkozunk iparművészettel, művészeti anatómiával is. Szunyogi András tavalyi díjnyertes könyve után itt van az Európai Állatok anatómiai rajzait tartalmazó kiadványa, amit jó szokása szerint fiával, ifjabb Szunyogi András grafikus könyvtervező művésszel készített el. Szépirodalom is idén szép számmal jelent meg. Szilágyi Istvánnak a kéziratból mentett, soha korábban nem publikált regénye az Emlékezés göröngyein. A már részleteiben talán ismert Hubay életműből a legérdekesebb drámák válogatása Játék és végzet címmel, részben színpadra alkalmazott, részben még soha korábban színpadon nem látott alkotások is. A Csészabó László életmű kiadásnak egy újabb darabja Útirajzok címmel, amik az európai barangolást a fizikai tér mellett a szellemi térben a művészet történet, a szellem történet régióiban is végig barangolja. Grendel Lajoshoz már szintén régi ismerősként nyúlunk, a kiváló felvidéki írónak a Naplók könyve címmel megjelent, de legalább 15 különböző műfajban és különböző stílusban írt rövid szövegének az összefoglalója, a tavalyi összegyűjtött elbeszélések méltó folytatója. Foglalkozunk természetesen filmtörténettel is. Pápai Zsolt kétrészes monográfiája, a magyar film noir és melodráma első és második része, El nem csókod, Csókok fény és árnyék, ami már címében is visszaadja ennek a 30-as, 40-es évek hangulatának a filmi megvalósítását. Alapmunka lesz, ebben egészen biztosak vagyunk. Foglalkozunk irodalom elméleti, irodalom történettel is. Mondhatnánk, hogy Móricz Zsigmondról talán már megjelent annyi, és tudunk annyit, hogy ne kelljen róla monográfiát írni. Ez nem is egy monográfia, hanem a Móricz újraolvasásnak, leporolásnak, újraértelmezésnek egy kiváló forrásanyaga Baranyai Norbertnek köszönhetően. Foglalkozunk összességében művészetfilozófiával is. A Pász Protótó című méltán népszerű sorozatunkban Noel Kerolnak a Tömegművészet filozófiája című könyvét jelentettük meg, mert bár magas művészettel foglalkozunk, igenis figyelnünk kell azokra a tendenciákra, amik a széles körben, a populáris művészetben történnek, ezt ugyanúgy értenie kell annak, aki a kortárs része akar lenni.